A YouTube trending listájának egyik állandó szereplője néhány év leforgása alatt vált a magyar repszéna egyik kiemelkedő alakjává. De vajon milyen ember az a 21 éves fiú, aki általában ö, könnyen kapható nőkről, temérdek pénzről és luxusautókról reppel? Vendégem az egyébként keveset nyilatkozó K. Kevin, engem lakatos leventének hívnak, az a Levente Klubja, azonnal kezdünk. Amikor megkerestelek ugye ezzel a akkor mondtad, hogy örülsz, mert hogy végre lehet valahol hosszabban és komolyabban dumálni. Úgyhogy nem kell azért véresen komolyan venni ezt a beszélgetést, de próbálj meg akkor komolyan beszélgetni egymással. De. Nem. nagyon találtam veled kapcsolatban hosszabb beszélgetést az interneten, úgyhogy a felkészülésem elég hiányos belőled, de majd kérlek segíts ki különböző témákban. Kezdjük úgy, hogy te honnan indultál. A legtöbb rapper ugye azt mondja, hogy szegény környezetből indult, utca gyerek volt, nem tudom. És azt veszem észre, hogy a mostani generáció már, már nem ez a, ez a gangster rap, vonal, hanem, hanem inkább, inkább egy kicsit ilyen, nem tudom, minek hívjátok ezt, hogy nem gexterep? Hát, szemtelenebb, egy kicsit szemtelenebb. szó kimondob, de, de szerintem már ez a gangster korszak egy egyrészt lejárt, nem menő, nincs is most olyan előadó a, a... Szakmában, aki ilyen zenét csinálna, és, és, és sokan hallgatnák, és releváns. Szerintem ez jó ideje, már annyira nem menő, meg már nem a 90-es években élünk. Igen, egy szóki kimondó szemtelen. Aha. De nem megy túl egy határon, szerintem, hogy egy van egy kis skála, amin mozog, hogy Majd mennyire lehet. Lenne egy két hozzáfűzni való. De jó, jó, sem jó, sem jó, jó várom. Elhastam ilyen dalszöveget így elemezve, és találtam, találtam benne szemfelnyitó sorokat, vagy szem sorokat, inkább azt mondom. Na te honnan jöttél? Tehát, hogy te budapesti vagy, ö, milyen családból származol, ö, mit kell tudni a múltadról? Ö, érden nőttem fel. Na, talán ott, 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 laktam egészen két évvel ezelőttig, utána költöztem most be Pestre önállóan. Uh, fú, ezt, ezt, így nehéz összefoglalni. Anyukám meg apukám kiskoromban elváltak. Nagy részt anyuban nőttem fel, de nyilván apu is ott volt az életemben. Ők nekik nagyon sok vitájuk volt. Uh, rajtam nagyon ment a veszekedés, a civakodás. Ezáltal itt sok sérelmet ért, éltem meg, voltam itt is, ott is, tapasztaltam jót és rosszat is de viszont azért így összefoglalva azt kell mondjam, hogy, hogy jó környezetben nőttem fel, szóval nem szegénységben, nem éhezésben, így meg volt mindenem. Volt, hogy nagyon gazdagok voltak a szüleim, illetve apu, de viszont inkább anyuval voltam, ő, meg egy normális polgári állásból éltünk, szóval, hogy nem volt annyira elreszve a gyepő, de viszont nem kellett nélkülözni se. Így kettőségeket éltem meg az életemben, de viszont annyira mélyen sose volt így röviden tömören amúgy ennyi. És, és, és érdemes szocializálódtam ott, bandáztam lent a lakótelepen ilyenek, de, de azért mindig fog volt a kezem anyu által valamilyen szinten, de... De vagy érde, egy ilyen kemény környék volt? Ne. Vagy? Hát figyelj, biztos volt kemény környék. Még én, nem tudom, nem... nőttem fel, én dobozon nőttem fel, az néhány, néhány település a van, de én azt nem láttam kemény ne, én sem tapasztaltam ezt, amúgy, hogy ilyen hú, de lenne, hogy hú, izé Gáttó de, én jó voltam ott, mindig ott voltak velem a barátaim, sokan voltunk. Így egy, egy, egy nagy társaság volt az egész szóval, nem volt ilyen vagy lehet, hogy én ma pont kimaradtam ebből, és olyan generáció vagyok, akik más nem érzékelte, lehet, hogy tíz évvel ezelőtt az volt, de én azt nem mondom, hogy ke kemény környéken nőttem fel. Mindig egy rossz gyerek voltam, amúgy ezt tudni kell rólam, hogy mindig ki akartam szakadni abból, amit nem fogtak sose szigorúan. Azt csináltam, amúgy, amit akartam, voltak szabályok valamilyen szinten, de, de mindig bízva volt bennem. Elég sokszor mondod interjúkban azt, hogy nagyon nehezen tudsz kötődni a lányokhoz érzelmileg, ez visszavezethető a szüleid vállására, tehát hogy van benned egy félszar a tekintetbe kötődjél valaki máshoz, vagy pedig ez inkább ilyen sajátos ö, jellemvonás? Ö, nem érzékel, vagy én nem érzékelem azt, hogy emiatt lenne az a szüleim válása miatt, de hogy biztos lelkileg az ő szerepet játszott ez az egész bennem, mert nyilván egy három éves kisgyereknek ö, rossz, hogyha a szülei elvának, és nem alakul ki egy családkép. Nyilván anyunak is jöttek, mentek az emberek az életébe, veszekedés, szivakodás, stb. Szóval biztos ez azért bennem rosszul alakult ki, lehet, hogy máshogy lenne, hogyha anyu meg apu együtt lenne. De amúgy szerintem egy kicsit betudható a mai felgyorsult világnak is, illetve hogy még a felgyorsult világban, még az enyém talán még jobban felgyorsult, hogy több ember rá vagyok kapcsolatban, többen akarnak, mert többen ismernek, és, és talán ezért is, még ez rátett egy lapáttal az alapvetőleges távolságtartásomra, hogy, hogy még több lehetőségem van, és így még nehezebb ilyen szoros kapcsolatokat kialakítani, és megszűrni, hogy, hogy ki az, aki érdekből, vagy nem érdekből van velem. Szóval nem tudom, hogy minek tudható be így össz, 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 de biztos rájátszottam, hogy igen. De magányos típus lettél egyébként, vagy nem? Mondhatjuk. Csak amúgy. azért, mert tök ugyanilyen vagyok, és próbál megfejteni, hogy mi lehet azok ennek a, ennek a dolognak. Szeretek Ovatom egyedül de is. szerintem egy kicsit a művészi, ez egy ilyen művészi elem. Jó egyedül alkotni, szóval nem tudom elképzelni, hogy mondjuk nekem legyen egy párom is, és, és én úgy írjak dalt, mert nagyon sokszor, amikor dalt írok, mindig, amikor daltírok, akkor egyedül vagyok magamban, mélyedek, járkálok a lakásba, csinálok, ott, ott zavarna bárki az alkotó folyamatban, szóval igen, igen Amúgy szociális vagyok napközben, meg ilyenek, de viszont esténként meg halkotok, akkor nagyon el az, az egyedül kell. Tök gondolkodunk, nagyon fura, <laughs> nagyon fura így egy olyan emberekkel, tök gondolkodik ilyen témák, most állat a hogy de kell pár kapcsolat, ne legyél egyedül, nem tudom, és én mondom, hogy tök jól el vagyok egyedül, minek erőltesek valamit, hogyha, 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 nem akarom, majd jön az, akinek jönnie kell, akkor majd szerelmes leszek, és akkor így én más máshogy fog gondolni, de addig hagyjatok békén. <laughs> így én is ugyanígy vagyok. Nyilván jó lenne kötődni valakihez, azt nem mondom, <laughs> de, de Legyél, nem egy kutyát. Azt <laughs> hát, az meg nem tudok foglalkozni. De, 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 de erről tett nem lehet. Meg nem is akarom. Minek készült egy mi akartál lenni, mi volt az álmod zenélés akkor, vagy pedig már, vagy pedig másfele kacsingattál? Ö, nem voltam úgy ö... Ez ilyen gyerekkori cél. Nagyon szerettem, és nagyon felnéztem a sztárokra, és mindig hú, de jó lehet nekik, de jó lehet nekik, de viszont még annyira nem éreztem magamban azt a kurázsit, hogy, hogy én ilyen lehetek, szóval nem talán, vagy nem hittem magamba, vagy nagyon-nagyon. Vagy nagy ö, álomnak tűnt. De ki ez volt e... a példakép a sztárok közül, akire így felnéztél? Hmm, akkor hát... kosarasok volt, tudom, hogy kosarasztál, és kosarak sok rajongtál, de vagy zenészekért rajongtál, akkor vagy <laughs> mi volt a, a példakép? Ám rajongtam ezekért az emberekért, akik valami nagyot alkottak zeneterén, vagy kosárterén, vagy legyen az box bármilyen De terén. ilyen poszteres szinten rajongtál? Vagy például? Ö, igen, mondhatjuk, ilyen, ilyen 50 cent, ami nem, Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, Boxba, Roy Jones, Mike Tyson, stb. Szóval minden, aki ilyen, ilyen, nagy ember, és, és olyan dolgot tett, amit én tisztelek, azokért én nagyon tudok rajongani. Szóval nem tudnék egyet kiemelni, nekem nem volt ilyen egy dolom, hogy úristen ő szeretnék lenni, vagy olyan szeretnék lenni, hanem inkább csak ezért a, a, az életér idézőesen, meg hogy, meg hogy ők milyen királyok. És miért mi, mi akartál -e lenni? A Ja, tényleg, bocsánat, tehát hajl hajlamos vagyok a kérdésekkel, mert mindig kifejtem a véleményem, és mire oda jutok, hogy válaszolnak. Majd emlék, emlékeztetlek azért az itt. Szerintem minden gyereknél így van, hogy amúgy változik ez így, 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 időszakosan mindig, de én nem emlékszik olyanra, hogy lett volna ilyen konkrét célkitűzésem. Egy célkitűzésem volt, hogy szeretnék pénz terén kitejesedni, és szeretnék gazdag ember lenni. Ezt mindig hangoztattam sokat, és, és, és e szerint éltem az életem, hogy én majd, én majd gazdag leszek, és hogy nagy ház, jó kocsik. Ez mindig vonzott, de nem tudtam, hogy miből. Apu építőiparozottam, úgy azt, azt gondoltam, csak viszont egy szöget nem tudok beverni a falba, szóval ezt elengedtem elég hamar. Illetve a munkába se vagyok olyan jó. Nem, nem, nem érdekeltek munkák, hogy nem volt olyan, hogy... Ne, ve, 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 ezt javítsuk ki. Sokszor szembesülök azzal, hogy az emberek mondjuk a művészi tevékenységet nem tartják munkának. Most volt például egy interjú velem, ahol, ahol a, egy kép, képanyagot csináltunk egy interjúhoz, és a újságcikkben a fotózást idézőjelben munkának írta az újságíró, és tökre a magamnak, hogy tehát ez, ez egy munkának a része. Tehát, hogyha nem is pakkolunk nem tudom, gerendákat, meg, meg, meg különböző téglákat. Mi dolgozunk. Tehát ez munka, aki gondolja, csinálja utánunk, és akkor meg hogy milyen, milyen tekintet a munka. Tehát, hogy ezt azért ne becsüljük alá. Nagyon igazad van ebben, igen. De viszont én például a zenélést úgy élem meg, hogy, 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 hogy annyira szívesen csinálom, akár a zeneírást, akár a klipforgatást, akár a fellépést, hogy nem tudom megélni munkaként, ezért talán most így a beszédemből kivelt, tehát, hogy nem. Nekintem, az, hogy de de, de tudom, de nagy hogy nagyon nagy munkás. Ezt nagyon sokan azért el, el, szerintem nem az, hogy félreértik, de de nem jól gondolják, hogy, hogy ebben nagyon sok munka van. Legyen az bármilyen művészet, csak talán aki művész, az azért csinálja, mert szereti csinálni. És ezért így nehezebb munkaként felfogni. Tanulás szempontjából mit tanultál? Ö volt egy nulladik évem, szóval uh, jártam, és vendéglátós voltam. Van egy vendéglátó érettségim. Igazán a középiskolát végeztem el, leérettségiztem, és ennyi. Szóval, utána amúgy elmentem egyetemre, megpróbálkoztam vele, de, de nagyon nem az én utam volt. Ezt, ez, ez nem is baj szerintem, nem. tehát, hogy az ember mást akar csinálni, akkor nem feltétlenül egyetemre járni. Tehát ez nem, nem, köptelem, nem. az hát, úgy volt, igazán én se bár... jártam, csak azért mondom. Akkoriban nem volt még annyira cél, szóval még ez a zene előtt volt illetve már zenélgettem, csak semmi komoly nem volt belőle, és nem látszott úgy, hogy ez, egy foglalkozás jellegű lehet, és hogy annyira leköti Ezért kicsit kétségbe esettem, hogy ne legyek egy trógeri, így gondoltam, hogy egy egyetemet megpróbálnék, de, de rendkívül rosszul teljesítettem, szóval értékes. Tehát merre mentél, vagy mit akartál ott csinálni egyetemen? hát amúgy angolul köszönöm az IBS-t. De mik az tök menő? Menő, de, de, de én amúgy utáltam tanulni, mi ott a világ a világ. Még általános iskolában úgy, úgy el, elevickeltem, mert ott még ilyen könnyen emészhető volt a tananyag, és azt szerettem, például matekot nagyon. De de viszont középiskolában már, amikor ilyen felesleges dolgokat tanultunk, egyetemen meg már végképp feleslegesnek éreztem, azt én nagyon rosszul éltem meg. És nagyon nem, ami nem érdekel, azt nagyon nem tudok foglalkozni. De akkor te ilyen szinten beszélsz angolul? <laughs> van egy középfokú, és egyszer megpróbáltam a c 1 de azon megbuktam. Hát majd legközelebb. Köve, szerintem már nem lesz Nem, nem akarod még egyszer próbálni. De például angol szövegű dalokon nem gondolkodtál? Nem, egyrészt nem tartom olyannak az angol tudásomat, hogy, hogy jó legyen, illetve a kiejtésemet, hogy az jó. Legyen. Nem tudom, próbálkoznak ezzel páran, de én, én, nekem életidegen. Én, én nem próbálnám, meg mások csinálják, de én megmaradok maradok a magyarnál, szerintem egy nagyon szép nyelv. Nem tudnék kiteljesedni angolul. Uh -huh. Nem tudnám elmondani azt, amit meg akarok fogalmazni, úgy, ahogy. És ez meg lebújt itt van, nem jó. Szóval uh -huh. nem, én, én megmaradok magyarul. Ezzel nem is gondolkodtam. Egyszer egyszer megpróbáltam Brahibal, de. Nem volt az igazi. Mm. Oké, okay. a rapperekkel kapcsolatban van egy csomó sztereotípia, szerintem ezeket te most így szépen elrombolod, mert nem vagy egy ilyen bunkó srác, szerintem sokan azt gondolják a rapperekről, hogy nem tudom, ilyen ilyen leszarom, bunkó típusú emberek, hajlamosak én is így vélekedni egyébként, főleg, hogyha még a dalokat hallgatom, akkor ugye nagyképű dolog, nem tudom, lenéző dalok egy csomó helyzetben. Szerinted rólad mit gondolnak az emberek? Én azt gondolom, hogy aki amúgy csak a dolaimat hallgatja, vagy hallgatta, vagy hallotta, az, az lehet, hogy azért egy ferdekép alakul ki benne rólam. De viszont aki már mondjuk talán megnéz egy interjút, adja Isten, hogy így van, és jól látom, az, az, annak azért változik a véleménye. Szóval attól függ, hogy ki mennyit látott belőlem. És viszont amúgy ezt nagyon sokszor kaptam jó, és jól is esik jó visszajelzés emberektől, hogy hogy milyen kellemes csalódás mondjuk a zenémhez képest az, hogy milyen vagyok a való életben. De akkor a, a zene az egy alter egója a te lényednek? Vagy, vagy hogy, hogy, hogy működik ez nálad? Mert tényleg a zenében e nem csak te, hanem a legtöbb rapper hajlamos nagy képén viselkedni, lobogtatni a lóvét, amit összekeresett magának. Ugye neked is van egy olyan dalszöveg, amiben azt mondod, hogy, hogy havi, két, havi két millió YouTube-od, azt hiszem ezt, ezt, mondod, tehát én kvázi dicseket ezzel. Szóval ez egy, ez egy ilyen felvett póz, vagy pedig ez is benned van, csak, csak ez a színpadi éned. Na, abszolút bennem van amúgy, csak csak aki velem korrekt és, és normális, akár legyen ez egy rajongó, akár legyen egy barát, vagy bármi, vagy most, hogy veled beszélgetek, a, én ezzel én nem takam úgy nem normális lenni, szóval én viszonzom azt, amit kapok, de viszont ettől függetlenül, hogy ez az én nem létezik, és amúgy ez szerintem azért jön ki így ez a vagánykodás, mert ettől függetlenül, amúgy én rohadt büszke vagyok arra, hogy ezt elértem, szóval oké, okay, nem fogom a szemedre állni, vagy bárkinek a szemére állni, hogy én milyen királycsáv vagyok, hogy mennyi pénzt kerestem, mert nem. Úgy gondolom, a Alapból úgy gondolom, hogy akinek van, annak nem kell beszélnie, de viszont a rap az egy olyan műfaj, amiben amúgy ezt kimondhatod, mert miért nem mondhatnád ki, mert erről szól, hogy azt mondasz, amit akarsz. És csak nekem az a bajom, hogy legtöbbször csak ezt mondják ki. Tehát, hogy, a, hogy egy csomó rap szöveg szól arról, hogy, hogy nagyon mélyre jöttem, itt vagyok, bántottak, megmutattam, hogy, hogy képes vagyok erre ezt teljesíteni, vagy pedig a másik véglet, hogy akkor a nőket kurvázok. Nagyjából ez, ez, a kettő vonal, ami, ami, ami elterjedt, meg vannak az érzelmes dolog persze, amiket te is egyébként a, a karriert kezetén főleg e, mutattál. Szóval, hogy, hogy van ebben egyébként még másik út, amit, amit be lehet járni a szövegben, vagy nagyjából letettem Nem, a... Biztos, hogy van, és amúgy nekem lesz is, és amúgy e... Én szerettem volna kielni ezt a vágyamat, mert amúgy ezt, ezt úgy kell elképzelni, mondjuk hazajövök egy buliról, berúgva, jól érzem magam, csajoztam, buliztam, és leülök, és szöveget írok, és az impulzusokból ez fakad, hogy írok egy ilyen nagyképű dalt, mert, mert érzem az életemet, és, és, és rohadt jó, de tőle nem így élem feltétlenül mindennapjaimat, és amúgy ennek van egy tök másik oldala is, hogy amúgy amennyire jó, annyira rossz sokszor, hogy hogy az emberek érdekből vannak mellette, stb. 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 Most a következő album, abban csak ezt az oldalmat szeretném megmutatni, és csak erről szeretnék beszélni, hogy, hogy igenis amúgy hiába, mindig amúgy én, én, is, én, én is hajlamos voltam, én, hogy, hogy, egy start és nem magam a Tion sztárnak, hanem egy sztárt, akire felnézel. Én magad is annak, mert végül is a YouTube, YouTube sztár, az biztos, hogy vagy, és a rap sztár Jó, is Jó, én nem, köszönöm szépen, én nem hívom magam annak, de hogy, hogy hajlamosak az emberek úgy tekinteni rá, mint hogy ő nem lenne ember, vagy úristen, hú, atya úristen, mekkora a király, vagy isten. De, 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 nem így van, mert mindenki... Csak azt nem hogy ezt nem használod ki mondjuk a lányoknál. De kiasználom, ez, 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 ez most nem fog hazudni, kiasználom, de viszont ettől függetlenül ugyanúgy mindegyikünk, aki egy kicsit híresebb ember, maradt, vagy hát az kérdés, hogy maradt-e, most a magam nevében beszélek, én szerintem maradtam, de, de emberek volt, ugyanolyan életet éltünk, mint bárki, tehát a kezdve ez csak egy, ez, 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 a társadalom által kreált kép rólad, és vagy felveszed azt a, azt a kreált képet, amit ők, ők csináltak, vagy nem. És onnan lehet hogy szerintem magasat esni, hogyha azzal azonosulsz, amit az emberek csinálnak rólad. De például te Ennyire nem tud kiszűrni az érdekembereket, hogy ezt téged megvisel, hogyha kiderül valakiről? Tehát én hát nem tudod előre megszűrni, hogy ki érdekel. Pont, pont, hogy túlságosan lesz szűröm, és nem nyitok új dolgok felé. Emiatt. És lehet sokszor nem is érdekből lenne, de én mondjuk nem nyitok felé, mert nem érdekel. És amúgy nagyon kevés barátom van és nem sajnálatosképpen mondom, ez jó. Öö, nagyon kevés barátom, és nagyon kevés emberbe bízok, de amúgy jól érzem így magam, csak nehéz nyitni az emberek felé, mert tényleg nehéz megmondani, hogy miért csinál, és nem azért gondolom, vagy nem azért mondom, hogy nehéz, mert, mert ne lennék rá képes, hogy megszűrjem, hanem nehéz néha átlátni az embereken, hogy most igaz érzelmeket táplál, vagy, 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 vagy benne van az érdek. Illetve hogy mindig benne van az érdek, egy kicsit azt érzem most már, hogy imponál az embereknek, hogy á, elmondani, hogy ő a barátom, vagy elmondani, hogy ő a csávom, stb. Nyilván imponál, nekem is imponálna, ez a rossz benne. Nem hmm. tudod fél, fél választani, hogy, hogy amúgy mennyire imponál, hogy mennyire játszik ebbe szerepet ez az egész. De például ezt téged miért zavar, hogyha valaki dicsekedik azzal, hogy a te barátod? Engem nem zavar, csak én nekem nem, ke nem kellnek az életemben olyan emberek, akik, akiket ez motivál. Uh -huh. téren. azok az emberek érdekelnek, akik és nagyrészt olyan emberek is vannak mellettem akik előtt is ugyanúgy szerettek mielőtt ez az egész lett volna és uh -huh. na és ott mondjuk nem nehéz megszűrni, mert tudod, hogy ő, ő így is szeretett, szóval úgy is szeret csak időt ennyiben elkerülhetetlen lesz, hogy mondjuk a szakmából barátkozz emberekkel, és akkor inkább, mint a régi barátaiddal, nem? Tehát, hogy... Jó, barátkozunk, most ezt nem kell annyira drasztikusan venni, nyilván barátkozok, meg jó fej vagyok mindenkivel, aki velem jó fej, de azért mégiscsak nehéz. Ez egy ilyen komplex probléma, úgy mondom, hogy ez így, így folyton kö követ ezzel az egésszel. De azért barátkozok, most nem, nem, nem magam barátságok otthon, szóval nem így kell ezt elképzelni. <laughs> azért ott, próbálok nyitni. Ott közöpén, sírsz. Zokoksz, hogy mindenki érdekel. Mondjuk a BSV srácok erre példának ők 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 nyilván azután ismertek meg, hogy idézőesen megismert volna a szakma hm? és például velük is tudom, hogy semmi érdek nincs benne és tök jó barátok vagyunk, szóval azért jöttek az úton olyan emberek, akikkel azért ide tudtak csatlakozni. Hála Istennek volt előzménye. A repnek gyerekkorában gondolok itt arra, hogy írtál mondjuk szerelmes verseket lányoknak, vagy volt, volt ilyen a múltban. Mm. Virogattam verseket, meg amúgy mindig volt benne, de amúgy én, nekem mindig a rap inkább, a versek annyira nem, nem fogtak az meg. Az túlságosan érzelmes volt neked, nem? igen, igen, egy kicsit igen amúgy. Írtam egy-két verset, de az nem volt annyira domináns az életemben. Inkább a rap, a freestyle is, hogy betettünk egy alapot, és akkor rappeltünk rá, vagy, 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 hogy... De én mindig alapra írtam szöveget, szóval az a lényeg, hogy engem a zeneiség fogott meg hogy nem maga a rímek vagy a vers, hanem inkább, hogy valami legyen zene, és az. De az, az viszont azért így elég régre visszavezethető az életembe. Nem tudom, mikor kezdtem el csinálni. Repet nagyon kiskorom óta hallgatom, és orba szájba. Uh -huh. Szóval az nagyon rég, viszont az, szerintem ilyen 12-3 évesen írhattam az első repszolgáimat, mindig papírra írtam, és és úgy reppeltem már. É, csak azért kérdezem, mert az első kettő dalot vagy kettő-három dalot az kifejezetten romantikus, tehát szakítós To Igen. a szövegek, és azt, azt hittem, hogy ez így megmutatkozott korábban is ilyen szerelmes Hát de ott egy olyan periódusában voltam az életemnek, amúgy ez valószínűleg azért... Előtte nem voltam szerelmes soha, nem vagyok szerelmes típus egyáltalán, és ott volt volt egy szakításom az egyetlen barátnőmmel, aki volt életemben, egy barátnőm volt, öh, és amikor az egész reppel is elkezdődött, akkor vele akkor szakítottam, szóval ez valószínűleg azért látható a munkásságomon, mert akkor olyan időszakot éltem. Gondolkoztam azon, hogy, hogy miért távolodtál el ettől a vonaltól, de akkor ez a válaszod rá. Azt hittem, hogy azért, mert már ezt nyilatkoztad máshol, hogy az első kettő-három dal, kettő, az neked kudarcélmény volt, mert arra számítottál, hogy már az elsőbe fogsz robbanni a köztudatba, és ez nem így alakult, és egy kudarcélménye indult a karriered. Ez mire tanított meg téged? Hát arra, hogy ne legyek te, telhetetlen egyrészt, másrészt, hogy, hogy, hogy amúgy ezeket azért szépen lassan kell építeni. Amúgy tudni kell, hogy ez nem úgy történt, hogy megírtam életem első hát is kiadtam, hanem előtte írtam száz dalt és kiadtam, ez csak amúgy egy rohadt rossz választás volt. De a kudarc az... Hát nem tudom, az is sok dologra amúgy rossz volt ezzel szembesülni. Kicsit, kicsit letört az önbizalomból, amúgy, ami jó Ugy volt. nem baj, igen, ezt akartam igen, mondani, igen az mert az volt jó? bőven, és főleg akkor meg úgy volt önbizalmam, hogy még, nem is volt annyira mire. Szóval mondjuk most lehetne több dologra, de még sincs talán annyi, mint akkor volt. Szóval ezekre azért így megtanított meg. Hát szerintem azért kell csalódni az embernek az életében. Jó egy kicsit csalódni, aztán meg utána felállni. Erre tanított meg. Rossz érzés volt, mert, mert tényleg, ahogy mondtad, azt gondoltam, hogy, 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 hogy ez nem azt mondom, hogy berobbanni, csak hogy egy kicsit nagyobb nézőközönségnek fog örvendeni majd ez a dal, és hogy hú, de tetszeni fog az embereknek, és nem voltak olyan jók a visszajelzések, illetve Nyilván nem is ért annyi embert, mint gondoltam, hogy el fog érni, de ez, erre utólag rájöttem, ez, hogy ez egy hülyeség volt így hozzáállni, szóval ezt türelmesen kell hozzáállni, ez pont ez a dolog, amit nem lehet így, ezt fel kell építeni. Még egyet, az nagyon egy -nagy szerencsé, hogy a kudarcot tudod helyén kezelni, mert sok ember eltaszítja a kudarcot magától, viszont ezt nem éled meg, hogyha veled megtörténik, akkor, akkor, akkor abban nem tanulsz semmit és nem fogsz más nézőpontból hozzáállni a, a munkához, és nem fogsz sikereket elérni. Igen, bocsánat, még visszatérve amúgy ez, ö, nagyon sokan mondták nekem utólag, hogy amikor kiadtad az első pár daladat, akkor, akkor tehát kinevettünk idézőesen, hogy nem értettük, hogy miért csináld ezt, meg kurva szar. Szóval hogy ezt, ezt amúgy sok embertől megkaptam, és amúgy ebből amúgy kicsit kialakult bennem egy dafke is, mert én ezt éreztem, nyilván akkor nem mondták ki, de amúgy ezt éreztem az emberekbe, és akkor úgy voltam, hogy igen, akkor meg fogom mutatni amúgy, hogy nem vagyok hülye, tudom, hogy mit akarok csinálni, csak eddig még nem annyira jött úgy össze, hogy én ezt elterveztem. Szóval amúgy egy, egy ilyen dac is kialakult belőlem, és, és meglökött, és erőt adott. Mm. Én szerintem szóval, szóval nem a dalokkal volt probléma, inkább a, a klipbe veled. Tehát ugye nagyon gyerek voltál még, külsőleg legalábbis, és ott vagánykodtál a, a, klipbe, az talán <coughs> nem annyi volt erős, mint ami most a mostani Fel kell nőni ez, meg uh, amúgy az a helyzet, hogy, hogy uh, Olyat akartam csinálni, ami az embereknek tetszik, őszintén. Úgy voltam vele, hogy na jó, akkor valami, és kicsit ez görcsösen vettem. Aztán rájöttem, hogy jó, csúnyán fog hangzni, de nem leszarom, hogy mi tetszik az embereknek, nekem tetszeni, és amúgy ezekben a dologból lettek azok a dalok, amik miatt mondjuk most itt ülök és beszélgetünk. Tök fura, mert pont ellentétesen gondoltam. Tényleg azt gondoltam, hogy az első két dolog kudarc élmény volt, és akkor jött a, a csivász, ami viszont pont az ellenkezője, mint ezek az érzelmes dalok, ez a buli van, gyerek is vonal. Azt hittem, hogy azért váltottál, mert hogy azok jönnek be az embereknek, és hogy sikert akart el elérni. A csivász meg volt írva mielőtt elkezdtem a rappen egy évvel. Egy, ha meg volt írva, egy nagyon béna alapra volt megírva, de ugyanez a szöveg, mint ami most a csivásznak a szövege. Csak úgy voltam vele, hogy mindenki ezt rágta a fülembe, hogy ez a szemtelen rep már nem megy, ez nem, 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 erre az emberek nem bevők, ez régen volt, még a GVM-nek ment, stb. stb. stb., de hogy most már ez nem az a világ, amivel be lehet futni. És ezért akartam pont ellentétesen eleget tenni az embereknek, hogy jó, akkor próbálok csinálni valami poposabbat, ami ami megeltő, És akkor jöttem rá, hogy hát jó, oké, én nem ez vagyok, oké, én, azt, én ezt akarom csinálni, a szemtelent akarom csinálni, megpróbálom. Mert hogy ez vagyok én, amúgy vagy, hogy ez, ez áll közel a szívem ez akkor nagyon bennem volt ez a vágy, hogy ilyen zenéket akarok, csinálni csak nem mertem idézőesen, mert hogy úgy voltam vele, hogy most hogy fogják venni. Most jövök a 19 évesen, és akkor énekre repülek, és úgy voltam vele, hogy nem akarom ezt a renomét, vagy ezt az image felépíteni magamról. Aztán meg rájöttem leszarom, és az volt a jó. Nagyon sok fiatal hallgat benneteket, szerintem többen tudják a te szövegedet kívülről, mint egy Petőfi Sándor verset, és az most nem minden régen jobb volt volna, amit én most mondok, hanem azt, akarom, azt, akarom, ezzel kérdezni, hogy van-e benned felelősség tudat, amikor írsz egy dalszöveget, tudván, hogy a gyerekek hallgatnak? Most már van. Amikor megírtam 18 évesen a csivázt úgy, hogy azt se gondoltam, hogy anyámon kívül más hallani fogja, hát akkor hogy lett volna, érted? Anya, meg akkor sem. se... Értékelt egyébként? Persze, nekem mindig megmutatta. Meg Na. apának is amúgy mindketten nagyon nagy támogatóim voltak. Apa aki hmm. kimondottan ö, nyomta elsz, hogy próbáljuk már meg zenélni, mert úgy tehetséges vagyok benne. De mondtam, hogy nem, én nem akarom, ez nem, nem az én utam, stb. Szóval hogy apu részről például nagyon erősen volt egy fűrágás, ettől, hogy próbáljam már meg, nézzük már meg. Anyu meg mindenbe szponzorált megmondta, a szar volt, amit csináltam, de amúgy támogatott mindenbe, és neki tetszett. Szóval talán azt anyám hallotta először ezt a dalt. De válasz a kérdésre, akkor még nem volt. Hát, miért lett volna? Azt gondoltam, hogy hol hallani fogja -e anyám, meg öt barátomat. Hát így nem lehet felelősség tudott a dalt írni. Aztán meg ki lett adva. Ezért is van amúgy, most már tudom, most most nem mondom azt, nyilván van benne felelősség, de ettől függetlenül úgy fogok olyat írni még mindig, ami, ami lehet, hogy ezzel paradox, hogy amúgy van bennem felelősségtudat, de viszont nem úgy cselekszek, a lenne, mert egy kicsit ez is vagyok, meg szeretek szemtelenkedni, de most már azért erősebb, így hogy ennyien hallgatnak nyilván. Meg próbálom arra biztatni az embereket, amúgy, hogy oké, okay, van ez, jó ez, hogy én ezt csinálom, de amúgy ez nem feltétlenül egy követendő példa, sőt, nem követendő példa. De miért nem, vagy miért gondolod ezt? Mert nem, fele... vagy hát aki akarja, az kövesse, de ne, ezt nem akarom senkinek szájába rágni, hogy amúgy ez a menő. Nem feltétlen ez a menő. Menő, amúgy szerintem, de, de nem feltétlen. Hát most ez a menő, tehát ez mutatja a Ez a, a menő, de, 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 de... <laughs> lehet, hogy, lehet, hogy jobb egy egyszerű élet néha. Szóval, hogy szokás mondani, minél több pénz, annál több felelősség, de most nem csak a pénz részét, itt az egésznek. Szóval lehet, hogy egy polgári munkát végző ember néha sokkal boldogabb, mint én. Ezért mondom azt, hogy nem biztos, hogy ez a példa. Aztán lehet, hogy vannak olyan, olyan beállított, beállítottságú emberek, mint én, akinek ez a példa, de nem mindenkinek ez. De például ez, hogy, hogy felelősséggel akarsz a szöveget írni, vagy így benne van a fejedben, hogy felelősség tudatosan írd a, szöveget, ez például nem nyom össze, vagy nem nyom össze az elvárás, hogy akkor milyen dal lesz a következő, a, a nagy figyelem nem, nem telepszik rád? Azért nem, mert viszont én a, a, zenéket azt úgy csinálom, hogy amúgy rengeteg zeném van, ami nincs kiadva, iszonyú sok. És most már jutottam arra a szintre, hogy, hogy tényleg nem érdekel, hogy milyen jellegű zenét írok. Nem úgy, hogy mondani valóban, hanem hogy, hanem, hogy olyan zenét írok, amit, amit jól esik írni. És ezért így nincs rajtam amúgy felelősség, mert amúgy én, én most őszintén, ez lehet kicsit nagyképpen fog hangozni, szerintem van bent 10-15 olyan ütős dalom, amiből én, hogyha most két évig nem fog dalt akkor is még el fog tudni vegetálni és megmaradni erősen, mert erős dalok. Innentől kezdve nem nyomja a vállamat az, hogy olyat csinálják, amit eleget tesz az embereknek, ezért úgy írok dalt, hogy akarok. És, és, de amúgy általában meg, szóval ez ilyen jól működik, mert azért vannak ezek a dalok, mert, mert, mert nincs rajtam a súly, és akkor úgy írok, hogy jó, most nem érdekel, hogy mit írok, most szemtelent írok, vagy most szerelmes írok, mert olyan szakaszon és, és, akkor ezekből sülnek el a jó dalok. És megmutatom a hogy hát csináltam egy dalt, és akkor hallgassuk el. Csomó dalt csak azért írok, hogy mi elröhögjünk rajta, vagy mi, mi, mint barátok elhallgassuk. És akkor, egy, és akkor odajuk adunk egy basszus, ez rohadt jó, azt ki kell adni, és kiadjuk, és sláger lesz belőle. Ah, de mi a jó dal? Miért, miért célja a nézettség, vagy a hallgatottság? Vagy mivel mired a jó dalt? Hát egyrészt, hogy ne, én nekem, hogy én szerettem ennyi, nyilván az is nagyon fontos, meg hát nyilván a visszaigazolások, de hát most nem minden a számok, meg, 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 meg vannak szardalok, amit nagyon sokan hallgattak meg, ez tény és való, de, de azért valamilyen szintén azt gondolom, hogy amúgy visszaigazolás a szám. Most meg a like, dislike arány, stb. 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 Szóval azért látod, meg most akkor legyen a komment a leg, leg, leg legélesebb, mert ott, az, ott azért, és én nem törlök mondjuk kommenteket és ha kapsz 1000 kommentből 20 rosszat, és 980 jót, akkor valószínűleg jót csináltál. Főleg, hogyha ilyen nagy közönségben arc nélküli emberek, úgyhogy nem várják fel munkat, jót írnak rólad, akkor, akkor az valószínűleg jó. Szóval nekem így a visszaigazásokat ettéren tekintem, illetve a pár ember, akinek relevánsnak tartom a véleményét szakmailag, és azt mondja, hogy jó, az is, azt is elég erős visszaigazásnak tekintem. Szóval így nézem, hogy jó-e vagy sem egy a... Uh -huh. Azért is keresztem a felelősségvállalást a dalszövegek tekintetében, mert a GVM interjúban beszélgettem ö, vele a, a, a nőket ö, elnyomó dalszövegekről, és ott ő is rögtön a terevedet mondta, hogy talán nálad vannak ilyen ilyen típusú szövegek. Egyiket most kerestem, és nem találtam annyit, mint amennyire gondoltam, hogy lesz majd, de azért van egy-kettő olyan, ami, ami kicsit ilyen tárgyasítóan viselkedik a nőkkel. Miért írsz ilyeneket? Ezt tapasztaltad, hogy ilyenek a nők, vagy mi, mi azok ennek? Persze, amúgy ezt, ezt, nagyon sokan amúgy félreértik, hogy mi, mi ámdok a nőket degradáljuk. Nem. Nagyon nem. Én nagyon tisztelem a nőket, de ezt meg is tudja mondani amúgy az, aki megérdemli. De, de az ne várja már. Szóval nagy, a nagyon sok szerintem, most nem akarok általánosítani, de akivel én találkozok az éjszakába, a bulikba, stb. Egyrészt fél szóra ugranak, másrészt lefekszenek ezer millió csávóval. A harmadrészt mondjuk cuccoznak. Nem ezeket a nőket nem lehet komolyan venni. Szóval ez, ezeket, ezeknek ez, ennek a rétegnek szól. És ők meg már ne arra úgy, de megérdemlik. És, és azt a bánásmódot kapják, amit adnak a férfiaknak. Mert ők is ugyanezt csinálják. És ők is tárgyas vagy itt kihasználják mondjuk a férfiakat a szexre, mert, mert, csak arra kell neki, hogy szexeljen valakivel. Innentől kezdve Szerintem ez, ez egy, ez egy oda-vissza, de viszont ott vannak a, az édesanyák, a, a nők, akik meg... meg, meg szóval ez, ez nem lehet ezt a kettőt egy lapon említeni. Nem, 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 nem fogom csúnya szóval idetni őket, de... Ki mondhatott, hogy én szeretnék hát de... Kik... Csak... Kurva. Na <laughs> jó, nem akarok rosszul mondani, de, rossz de, szemlen, de, 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 de hogyha... az teljesen más. Szerintem. Váld, hogyha valaki így akar élni és ő így élvez az életet, akkor ez miért gond? Nem gond, de akkor neki is legyen gond, hogyha úgy bánnak vele, hogy ő, ő éli az életét is, ahogy ő, viselkedik a férfiak. És amúgy, meg ezeknek a nőknek, meg amúgy imponál, és tetszik, hogyha így bánnak velük, mivel hogy nem tudom, hogy miért imponál nekik, de, de valamiért ezt a Szóval egy ilyen nővel nem lehetsz kedves, nem viszed el. Amikor azt mondja, gyere hátra a backstage-be dugjunk, nem, nem, én elviszlek randizni. Hát érted. De egyrészt te ezek a lehetőségekkel élsz, ezek szerint. Persze. Na, igen. Másrészt a nagyon nagy gond ezzel az, hogy te, aki szócső vagy a fiatalok felé, te azt mutatod feléjük, hogy így lehet beszélni a nőkkel, és nekik mindegy, hogy az most akkor, hogy akkor te milyen nőre gondolsz, nem tudom mi, hanem ő ugyanígy fog beszélni, konkrétan a, a, a helyes lányjal a, a, a faluból, vagy a városból. Értem, amit mondasz, de most ezt, ezt, meg egy dalban nem lehet össze átfogóan leírni, hogy bemondjam a dal végén, hogy jó, de amúgy ezt vállalkassátok meg, hogy milyen. És szóval érted, de amúgy én azt gondolom, hogy akinek van, elég, van ehhez elég intelligenciája, lehet, hogy sokaknak nincs, én nem tudom, de, de az azért ezt ketté tudja választani. Én, én, én például ilyen zené, én most ott a JVM-nek a zené, a Mark még az szó kimondóbb, és, és, sokkal élesebben beszél ezekről a dolgokról, mint én. Én azért egy kicsit sarkítottabban beszélek, mint ő. És az ő zenéjén nőttem fel, de ettől függetlenül külön tudom választani, hogy a normális nőknek köszönök, hogy kezi hogy nem és tudok normális lenni mindenkivel. Aki meg nem, azzal meg nem. De amúgy meg nem kell úgy elképzelni, hogy egy... Szóval, hogy nem szoktam annyira patkány lenni a nőkkel, de, de nyilván, aki, aki, úgy kezel engem, és, és mondjuk csak látom, hogy csak dugni akar, nem nem, 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 leszek, nem leszek romantikus és de normális. De azt mondanak, ezt miért használod akkor ki? Hogyha te egyébként mélyebb érzésű ember vagy, akkor ezt miért használod ki ezeket a lehetőségeket? Mert jó, attól függetlenül amúgy nyilván élvezni. Na az jó, ember, csak hogyha élvezed, ilyen... akkor utána miért őket össze-vissza? De nem szívás ez. Ez egy, ez egy, ez egy skatuja, amiben ők benne vannak, és, és, és amúgy ezt, ma, ezt idézése maguknak is köszönhetik. Meg nyilván, de ez amúgy oda-vissza. A férfiakat is lehetne nolatani, őket is tudnám, ha kéne, de nem fog írni a férfiakról de mer mert, mert, mert azt nem tudom. Azt így, mert, mert, megírják. Így nem. megírják a rapperlányok rólatok. É, írják. Én, <laughs> ez én, én ez nem lesz. venném zokon. szóval én, én ezzel így vagyok, hogy amúgy nekünk is, ugyanúgy a férfiaknak is kurva sok hibája van. De te a nőknek is is ah. jön, ezt, ezt kimondom. Tehát, de tehát, a, akkor vegyük úgy, hogy ez egy társadalomkritika a részletekről. Lehet, ugye. Igen, abszolút. Csak, csak igen, ebben igazad van, hogy nehéz elválasztani, hogy amúgy, hogy akkor most ez kinek szól. De ez nem egy komplex dolog. Mm. Amit soha nem értek az ilyen típusú daloknál, hogy hogyan találtok szereplő lányt <laughs> é, így, ahogy ja, mondom, elvállom, egy hoját, egy hogy, egy hogy, gyen hogy, gyen hogy, erre rengeteg jelentkezik. Legelkezik. és van, aki ezben, tudod mi a durva? Ott van a mai lányok, a mondjuk. Abba, mondjuk tényleg, nem tudom, hogy hallottad ezt a dalt, abban abba az tényleg... Meg van három része is, nem vagy valami És a harmadikban vagyok én. És az, az, abban azért tényleg vannak, lehet azt mondani, még degradáló dolgok is. Nők Hallgatják és énekelik, és, és küldik nekem, hogy énekelik. Hát igen, mert vannak azok a nők, akik különbnek gondolják magukat azoknál, akikről ti reppeltek vagy énekeltek. Tehát, hogy, hogy ez, hát ez igen, egy, de általában. Amúgy... Sokkal kritikusabbak, mint a férfiak a nőkkel valójában. V vagy van ez, hogy különnek gondolja magát, vagy amúgy magára is veszi, és még úgy is örömmel elhallgatja, hogy magára veszi, Ö, vagy pedig szerintem van az a verzió, hogy ő is utálja ezeket a nőket és akkor örömmel hallgatja, hogy oltva vannak ezek a nők. Szóval amúgy valamilyen szinten még a nők is tökre meg tudják ezeket találni, vagy, vagy, magára tudja venni, vagy, vagy pont nem azonosul vele, valamilyen rá tudják hallgatni. A nők is tudják, hogy ilyenek a nők. Szóval én bármilyen nővel beszélgetek, ők is tudják, hogy milyenek nagy részt a nők. Ilyentől kezdve ők is meg tudják ebben érteni magukat, nem csak a férfiak, bármennyire is úgy tűnik, hogy ez, ez csak egy férfi tudja hallgatni és átérezni, nem. Szerintem. Én is. Szerintem ez is egy buborék egyébként. Tehát, hogy abban a világban, amit te mozogsz, abban valóban lehet, hogy ez így van, meg lehet, hogy vannak könny könnyebb vérű lányok, de egyébként a nagy, nagy átlagban ez nem ilyen. És mondom nekem az a probléma, hogy a buborékodon kívül élő fiatalok így fognak beszélni egymással. Hát uh, akkor most, akik hallgatják ezt, ne, ne beszélnek így egymással. váljanak. Hát figyelj, én magamból tudok kiindulni, én nekem semmilyen... Uh vagy hát ezen kívül, hogy én is ilyen dalokat írok, amúgy semmi nem változtatta meg, hogy én ilyen. De mi, figyelj, a rap amúgy alapból a rep, hogyha valaki ért angolul, egy Snoop Dogg, egy Dr. mi ugyanez? Amúgy oké, okay, hogy ők mások, meg persze másra is Te, írtak. Az gál, se oké, okay, az se oké. Okay. De, de a rap amúgy ezen a, nem ezen alapszik, nem a nőoltáson alapszik, de ezen alapszik, hogy, hogy kimondod ezeket, de függetlenül nem kell feltétlenül e felé formálódni szerintem. Én nekem ez a véleményem. Amúgy, aki tudja helyén kezelni, az, az elég intelligens az. Aki meg nem elég intelligens ez, hogy, hogy, hogy helyén tudja kezelni, az meg alapból is úgy szocializálódott, hogy, hogy így beszél a nőket. Nekem ez a véleményem. Aki, akit egy dalszöveg megváltoztat ennyire, hogy ő, hogy más máshogy beszéljen, vagy máshogy élje az életét, az, az, az is megváltozott volna, akkor, akkor az nem engem hallgatna, hanem a GVM-et, és akkor azért. Vagy, 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 egy, mit tudom én most kit mondjak még, aki ilyeneket csinál, akár BSV-t is. Mm. Szerintem Szerintem ez kell intelligensnek kell lenni, hogy kell tudja kezelni az ember. Ez a véleményem, de, de hát nem jól gondolom, nem mindig gondolom jól Visszatérő a Momentum a szövegeidben, hogy a nők, akikről reppelsz, azoknak van pasiuk. Mm ez nagyon sokszor feltűnik a dalszövegeidben. Ez ilyen tapasztalat, vagy ennyire erős Aha, tapasztalat? Hát az jó volt pár, rá jó pár példa. Vicces. Jó, hát a csávó szempontjából nem, nem lennék a csávójuk, de úgy igen vicces. Csak ez így nyilván, amúgy minden, amit leírtam, az azért így megtörtént. Szóval tehát, hogy te felvetted a csaj telefonját, hogy jól van a barátnőd itt az ágyomban, tehát hogy volt ilyen is? Volt, igen, előfordult, igen. Ed nem sokszor, de volt. Szóval ez, egy személyes tapasztalat. Mert tudod, hogy nálam volt a barátnő, és, és, és akkor hívogatta a padja. Sokszor. És felvettem neki, de, ez nem csak így fordult elő. Amúgy sokszor láttam már, hogy keresi a csávóját. nem vertek még agyon. Nem, tudom. Azért ez boxolni. Ja, Megvédjem a csávóit. Nőknek a csávóit. Nem tudom. De gyereg, nem. miért néz be? Nem is, gondolkozok onnan rajta, hogyha belemész egy ilyen, ilyen viszonyban, nem? Vagy nem pedig, vagyok amúgy... egyébként ezt, vagy nem? Nem szoktam félni ilyen dolgoktól, amúgy nem vagyok annyira félős itt etéren, nem érdekel. Nem, élvezem amúgy persze, de hát most ez, ez nem az én hibám, hogy kapcsolat, ez más, meg, más is megcsinálsz, szóval. most nem én, nem én, baszom el a kapcsolatokat, hanem hanem én nem nálam lenne, akkor másnál lenne, érted? Most Má aki másik, megcsalja... Másik, másik sztárnál valószínűleg, de nem hiszem, hogy egyébként civil csávó ezt megcsinálná, vagy megcsinálná szerinted? Biztos akadom úgy, de, de nem tudom. De hát most, hogyha már valaki ott tart, hogy elmegy mással, és haszik, és mással lefekszik, az már én úgy gondolom, hogy nem tudom a saját hibámnak gondolni ezeket. Hát ha, nem nem tart az felelősséggel ilyen szempontból ja, igen, hát az ő döntéséért? Nyilván. Ez nem, 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 nem az én dolgom. Nem akartam ezt a, ezt a témát felvetni, mert nem is a eszembe, de most, hogy beszélgettünk így a, a csajokról, meg a hozzájuk való állásról, nem félsz attól esetleg, hogy ahogy a kori előre halad, mondjuk nem lesz oké ez a fajta viselkedés, hogy gondolok itt a Marilyn Manson ügyére, aki, aki, annak idején nőket szeret össze magának, rajongókat, és, és belevitte őket olyan helyzetekben, amik nem voltak okésak a nők szemszögéből, de akkor még nem, nem szólaltak föl ezért. És most mindenki összefog a felszólalene, és kvázi egy ilyen karaktergyilkosság történik az ő esetében. Nem félsz ilyenektől a jövőt tekintve? Én nem csinálok semmiért. Tiszta uh -huh. ismerettem azon ki, hogy megírom a dalszövegeket, és sok lánya lefeküdtem életem során, egyetlen nem csinálok olyan dolgokat, amik kifogásolhatóak lennének ettéren, szóval én nekem nincs mit a tartalom, nem, tudják, nem tudnak karaktergyilkolni, mert nem csinálok olyat. Szóval nem tudom, én ez nem, nem is jutott eszembe ezáltal, hogy most azért, fél, fél átjön egy fél, lány, a lefekszek a vele, nem csinálok velük semmit, soha azért nem voltam erőszakos nővel, ö, nem vettem rá sem olyan dologra, amit nem akart volna, én, ezbe, én nem tudok ettől félni. Most ez, ezért meg egyek egy hibás, hogy sok nővel vagy most ez nagyon hülyén hangzott, de hogy, 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 élem az életem és kihasználom a lehetőségeimet. Én más rap, pop, meg hallottam elég vad Sztorikat, hogy miket Nyilván van a sztorik, amúgy oké, okay, de nem tudom, én ettől nem tartok. Meg szerintem ez azért Magyarország, szóval azt sose lehet Amerika mellé tenni, mert ott ez annyira drasztikus, és ott annyira nagy a. a... De, de várj, ne, ne ez védjen meg ettől, hogy ez Magyarország. Ne Igen, ez hát nem meg. ez véd meg, csak ez nem tud itt annyira elszaladni, szerintem a ló, mint ott. Mert ott ott, ott aztán tényleg, hogy áthívsz 35, és átjön 30 nő, mi is tudunk nagyban lenni, de ennyire nem. Mert közel se, mert azért kicsi ország, Pest végképp kicsi, Ö, azért szerintem itt azért korlátozva vannak a lehetőségeket téren. Nem azt mondom, hogy nem lehet patkány dolgokat csinálni, ettől függetlenül, szóval ugyanígy az ember hibába esett, de, de, azért szerintem ez engem biztos, hogy nem fenyeget ez a veszély, összefoglalóan a... Az, az meg, hogy oké okay lesz-e későbbiekben társadalmilag elfogadott lesz ez az egész, nem tudom, de nyilván valószínűleg 30 évesen, ha még zenélni fogok, akkor nem ilyen dolgokat fogok írni. Szóval ez nyilván az függő. Ha majd családom lesz, meg gyerekem, nem tudom, hogy lesz-e, akkor, akkor majd nyilván ez teljesen más lesz, és akkor olyan zenét fogok csinálni, ami azt gondolom, hogy ez azért, ezt azért kinevi az ember, ha már nem olyan életszakaszban van, már pedig én most ebben vagyok, lehet, hogy még egy darabig maradok, lehet, hogy, hogy nem, nem tudom, de, 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 ez nyilván változni fog. És szerintem akkor meg, most a Majkánál is, a Tündi is, a többi, azt utána meg, meg kiforta magát, és már tök máshogy van, és nyilván nem csinál ilyen dolgokat, de ezért nem vétóznak meg senkit, hogy fú, te fiatal, milyen voltál, volt, szerintem. Volt azért olyan dala a Bály Alexel közös, letalomogatjám, gyere, ide, nem tudom, volt a cím annak a dalnak, a, tudom, a, a, ami elég nagy botrányka volt. De mégis ott a Majka, ahol van. Érted, szóval, hogy szerintem akit szeretnek egy, egy ilyen hibája, nem mássák el. Nem, persze, nem mássák el, csak azt mondom, hogy, hogy ez egy veszélyes játék szerintem ilyen szempontból. Ennyi persze, ennyire éles a de nem lenne édes, amúgy egyrészt nem lenne izgalmas, másrészt meg szerintem nem lennék itt, ahol. Szóval pont ezért De ezt téged érdekel, a szélsőség az izgat téged? Nagyon. Hm? Mind az egész életem szélsőséges. Mm -hmm. szerintem. Tudjál elmész a falig, a végletekig, a különböző éjszakban? De minden beszélséges vagyok, amúgy mert tudok, mint hogy van ez az oldalam, hogy tudok ilyen lenni, de viszont másik oldalra amúgy, meg akit szeretek, azokat én, én tényleg nagyon szeretem, és ez amúgy nővel is, én tök egyszer volt meg most mindegy, tök mindegy, de, de, de az a lényeg, hogy én valakit szeretek, az a nagyon romantikus is lenni, és nagyon érző, és akár bújós, és tök mindegy. szóval tényleg ebbe is mondjuk végre. Azért fura, mert, mert minket most egy, 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 mesélsz, és én magam elé képzelek, mint író, vagy mit történhet egy ilyen buliban, nem tudom micsoda. teljesen más típusú fiúk velem szembe. Tehát egy tök komoly srác velem szembe, aki, aki nagyon koncentrált, nagyon tudatosan építi a saját karrierjét, és ez, ez, a fajta ilyen szétesés, ez nekem egyáltalán nincsen a te karakteredben benne. De aztán lehet, hogy mink az alkohol más az elő belőled, nem tudom. Nem játszom az álszentetem, hogy én azért elég hajlamos vagyok uh, berúgni és bulizni azért. Szóval, hogy uh, de viszont így, így józan állapot. Amúgy nem leszek hülye a piáttal, szóval most nem, nem ezt kell elképzelni, de akkor azért egy teljes másik, én nem van felszín. Nem vagyok, akkor se köcsög meg, meg ilyenek, nem csinálok más, de, de, de ha kell, akkor ott lenni, ha kell, meg a kobulizok, szóval ebbe is kicsit szélsőség. De ezt én ezt szemmút tökre szeretem, mert egyrészt örülök, hogy, hogyha valakinek mondjuk, mint amit most kimondtál, tudok egy kellemes csalódást okozni, vagy változtatni az általam, vagy rólam alkotott képen szóval én ezeket is szeretem megélni. Jó, hogy én szeretem, hogy szélsőséges de Nincs ebben az, hogy elvárják tehát, hogy legyél vad, meg legyél, őrült. Nincs ez benne a képben, hogy ezért csinálod ezt? Azért nem hiszem, mert azt akkor csináltam, amikor nem volt semmi elvárás felém. Most már lehet, hogy van, de most meg már nem azért csinálom, most meg már azért tapasztalataimból írom. Akkor is valamilyen szinten, de nyilván akkor kevesebb volt, és fiatalabb voltam, és kisülye gyerek voltam, most is még az vagyok egy kicsit, de akkor meg végképp. Szóval nem, 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 nem hiszem, hogy az elvárások miatt. Biztos most már kicsit rájátszik, de most már nem érdekelnek az elvárások, mert úgy érzem, hogy magamnak szeretnék megfelelni téren, meg egy-két olyan embernek, akinek érdekel a véleménye. De, és mikor az bulizni egyébként, mert most a turnébuszt néztem, ugye abban is szerepeltél abban a sorozatban, és ott tényleg az jött ki, hogy te egy ilyen főnök vagy, aki így megy előre, és megy, és ott úgy tűnt, hogy te is nagyon rugsz be felépések alatt, tehát hogy te ott józannak tűntél, nyilván ott volt pálinka, nem tudom, vagy valami rövid, de hogy, de hogy nem tűntél úgy, hogy te szétcsaptad volna magadat, és úgy mentél volna fel a színpadra, mint egyébként egy-két egy, -két, egy, -két, egy -két teszi név nélkül. Tehát, hogy te tök tudatosan akkor nekem, nekem előttem józan maradtál, mikor vannak bulik, tehát hogy nem a fellépések közben. Ez ez amúgy jól látod, nagyrészt az én mert a függetlenül nagyon élvezem, és amúgy mindig iszok is valamit, de, de én nem hűlök meg a piától. Van egy hol pont, ahol átesek, és nagyon hülye leszek, akkor tényleg nagyon sok hülyeséget tudok csinálni, de viszont addig amúgy meg maradok olyan, amilyen vagyok. De vicces és hülye, vagy pedig agresszív hülye? Nem, vicces hülye. Csak hmm. Csak meggondolatlan dolgokat csinálok, amit másnap megbánnék, de nem más kárára mondjuk, csak ilyen gyökerségeket, amire hmm. azt mondom, hogy úr hogy ezt miért kellett megcsinálni. Szóval ilyen dolgokra gondolok. Üh, szóval ilyen rockstar módban lenni de amúgy nagyrészt azért munkaképp fogom fel a felépéseket, mint ahogy mondtad, és próbálok józan alkotni magamról, hogy ne az legyen, hogy, hogy így megyek fel a színpadra, mert úgy kurva gáz, és például ebben próbálok figyelni a fiatalokra, hogy ebben ne azt a példát lássák, mert ez nem jó. Én nekem voltak azért rossz időszakai metéren, vagy ittam, meg, meg, most nem fogom tagadni, nyilván kipróbáltam dolgokat, voltak rossz időszakok az életemben, szóval ez nem egy jó dolog. Nem jó inni, nem jó kábítószer, nem jó semmit csinálni, semmi, szóval nem próbálom az embereket arra fel, erre meg tényleg nem, hogy, hogy, hogy ez menő ezért próbálok erre figyelni. Válasz, hogy mikor van budi. Néha, hogyha nem vagyok fáradt, akkor hétköznap szoktunk budizni négy fal között, illetve mondjuk lenézünk valami pesti szórakozó helyre, aztán hazamegyünk. Szóval azt tudom megélni budinak, és akkor tudom elengedni magam, és mondjuk inni. És... De amúgy annyira nem szoktam. Mostában most már próbálok tudatosabb lenni, és nem annyira éreztem el a gyeplőt, de azért voltak rossz időszakaim, hogy nagyon sokat budiztam, és, és a célon. De nem volt jó. Szóval most próbálok ebből kifele és úgy, úgy érzem, hogy sikerül is. Mm. Mennyire érintenek meg egyébként a vélemények, akár kommentekben, akár face-to-face? Akár -face? Mm, egy darabig nagyon rosszul érintettek, és amúgy volt, hogy reagáltam is rá, és tök nagy hülyeség volt, mert, mert zokon vettem meg, mondjuk írtak egy olyan személyes dolgot, szitták anyámat, most mondok valamit, és ezeket itt tök rosszul érintett. De viszont most arra már annyira nagy a szórás, és, és annyi jót kapok, mondjuk most mondok egy, egy átlagot, szerintem kapok 95 jó üzenetet, de lehet 98-at és kettő rosszat. Szóval annyira elvész az a, az a, pár rossz, hogy annyira nem érdekel, ennyien szeretnek, annyi, annyian meg után, hát utáljon az a kettő. És annak is valószínűleg van oka, és vagy amúgy, hogyha visszaírnék, akkor azt mondja, hogy ah, de jó, hogy És ebben már sokszor Szóval leszarom, őszintén. De például kökre. a kritikával hogy vagy? Tehát, hogy például én úgy vagyok ezzel, hogy tök jó, hogyha szeretik a regényeimet, és írják, hogy nagyon tetszett, jó volt, de annak is örülök, hogyha valaki megírja a véleményét, és nem kritizálja, hogy de szar volt, meg nem tudom, de szar csinálsz, nem tudom, hanem tényleg megírja, hogy mondjuk ez rész nem tetszett annyira, mert egyébként nem tartom annyira valószerűnek azt a történet, hogy ilyesmi. Ilyen típusú véleményeket elfogadsz? Ja, a persze. Az, teljesen más. az építő negatív kritika, azokat elfogadomban Van egy-kettő, azért kevés ember fogalmazza meg normálisan a véleményét úgyhogy hogy az, hogy abban nem a rossz indulatot érzett hanem azt érzett hogy oké okay, mondjuk tisztel a munkásságodat de ez oda egy szar lett ilyen van egy kettő és elgondolkodok hogy oké okay, ez, ez igaz szóval, ahol látom az értelmet a vélemény meg hogy ő szánt erre időt és amúgy kicsit építő építőjeleggel írta azokat megfogadom de azért megmondom az őszintét hogy most hogy megint csak azt tudom mondani hogy oké okay, ott egy jó építő kritika de hogyha tetszik mellette ezer embernek, és van öt építő kritika, akkor azért azt gondolom, hogy, hogy inkább a jó dominál. Szóval mindig próbálom ezeket pozitívan felfogni, és ezért nem annyira érint. De amúgy elolvasom őket, és hogyha úgy érzem, hogy van benne valami olyan, amit kitok ragadni, és igaza van, akkor természetesen elfogadom. Főleg, hogyha olyan ember mondja, mondjuk, most hogyha elmondná, most a Márkatok például, azért, ő azt mondaná, hogy fia, hogy ez a dal egy szar, vagy ez a része nem jó. Én elfogadom a kritikát. Csak most idegen emberektől amúgy annyira nem érdekel a véleményük, érted? Itt a véleménynyilvánítás kapcsán ö, találtam egy videót rólad, a YouTube-on, nem te ki, hanem valaki kitette. Egy Instagram sztori folyam volt talán, vagy élődés Story volt szerintem, mert nagyon ügyesen egyébként, hogyha tanultad volna PR szempontjából, kitettél egy olyan videót, amit valaki felvett egy buli közben, ahol te megfenyegeted az egyik közönségben lévő Én tagot, tudom, hogy a fejébe állítod a mikrofont, és te ezt a videót kitetted az Instádra, és utána kommentet fűztél hozzá, hogy... Te azért teszed ezt ki, mert úgyis látnák, és hogy hogyha nálad látják először. Ö, ott, ö, hát nem tudom most idézni, miket mondtál a, a, a pasinak. Szerintem most amit ő mondott, valójában ö, nem lehet idézni. Mi történt ott? V vagy ez gyakori az ilyen balhézás? Vagy mit, mi, hogy van ez? Nem, nyilván nem vagyok rá büszke, amúgy annyira, de de az a helyzet, hogy ott állt, amúgy is fákkolt át és intett be, és kurva anyázott, meg minden, szóval csúnya szavakat, és amúgy egyszer szóltam neki, jó, akkor is már nyilván nem annyira szépen, mert ideges volt, szóval csináltam már két perc, és mondtam neki, tedd már az ujjadat, mert letöröm, és nem tette le, és folytatta, és el, nyilván nem voltam amúgy annyira részek, de ittam is egy picit, se többi, hát csinál az ember meggondoltan dolgokat, én is emberben vagyok, ezt ugyanúgy megcsinálja bárki, és hát igen, bemondtam a mikrofonba, hogy tedd a, a kezdetből a fejedbe a mikrofon meggondolatlan volt nyilván, és nem egy jó példa, de én nem értem az ilyen embereket, szóval én, én hogyha oké, okay, ez nem egy olyan koncert volt, nem egy akva koncert, hogy ő megvette a jegyet, hogy csak engem nézze meg, hanem egy heavenbe, a... elfogadom én, hogy nem szeret valakit tényleg, akkor menjen ki cigizni. Vagy akkor üljön le, azt hallgassa végig, de ne álljon ott az arcomba így. Igen, csak neki azok az örömet, hogyha téged ez felkúr. Tudom, de most már rájöttem hogy én járok pszichológushoz. Őszintén, igen, mert úgy gondolom, hogy fontos az önfejlesztés, illetve nem pszichológus ilyen... Kocs? Mmm, olyasmi. És, és, rájöttem, hogy ezeknek az embereknek, hogyha én reagálok rá, akkor megadom azt, amire vágyik. Nem, most már annyira nem. Szóval ez, 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 ez ilyen először fordult akkor elő, vagy másodszor is. És... Meg kell tanulni ezeket kezelni. Meg más, hogy ott vagy a színpadon, szóval, hogy, hogy, ott eleve benned van egy adrenalin, egy hív, amit ahogy abban a helyzetben tök más, reagálnám le, mint, mint, hogy ott itt ülök, érted? Szóval ott eleve benned van a steng, mész, ízé, reppelsz, ott a tömeg üvöltenek, és tök más, reagálsz. Hát most ezzel nem vagyok rá büszke, előfordul, de én azért híve vagyok annak, hogy kiállok az elveim mert ne szígyák az anyámat, mert tényleg beállítottam volna a fejébe, megdobtam volna szívesen az a mikrofonnal. Ez a véleményem. Takarodjon ki, és álljon ott. Szerintem nem szép dolog. Én nem színem senki édesanyukáját. Tökre mélyen érint engem ez a téma. Akár lehet az az illető kórházba, stb. Ezek annyira rossz dolgok. Én, én nem tudom, ezek engem ilyen... Heves a vérem eltéren, és, és hirtelen tudnak érinteni. Nem akarok a vinni, de ezt most meg kell jegyeznem, mert rá fognak szólni, hogy ezt nem teszem meg. Az agresszív soha nem megoldás. Tehát, hogy az, azt mondják, hogy ha hogyha valaki agresszíven akar erre reagálni, volt egy vészmisz eset, pont a mai nap folyamán, ezt a beszélgetést rögzítjük, ahol a vészmisz felpofozta azt a humoristát, aki a feleségének beszólt. Nem, nem, tudom, én eldönteni, hogy jogosan tette, vagy nem jogosan tette, mindenki majd eldönti saját magának, csak nyilván az agresszió az nem megoldás. Én azt mondtam egyébként a cseszegetőkről, hogy ignorálod őket, az jobban fáj nekik, és akkor egy idő után elunják. Igen, de ezt azért mindjárt, mindjárt tudjuk, hogy ez nehéz nehéz, igen. Persze, de főleg én, 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 főleg én ezekre... fiatalon egyébként szerintem az is hozzájátszik ehhez. Én ezekre mindig ugrottam, mindig volt egy kellő magabiztosságom, hogy fel tudjak lépni az ellen hatásosan, és ezért nem tudom, de nyilván ezt ki kell nőni, amúgy nem. Én is tudom, hogy az agresszió nem megoldás, de amúgy viszont nagyon vannak az elsőséges esetek, ahol meg amúgy sajnos ebbe az éjszakában, meg a, ebbe a világban meg amúgy ez van. Nem mondom, hogy alkalmazni kell, de, de nagy rész nem megoldás. De most, hogy is kicsapnak egy kést, akkor, akkor lehet, hogy az agresszió a megoldás. Hát... Mert nem tudod azt mondani, hogy nem áll légy, tehát már. Jó, az önvédelem. Igen, de az is agresszió, ha leütted utána. E És ott az volt a megoldás. Igen, de hogyha a te életedért teszed ezt, akkor az valójában egy legalizálás. És nyilván szélsőséges példát mondtam, csak próbáltam olyat mondani, hogy nagyon ritkán, de megoldás nyilván ez nem akkor van, hogyha fakolnak a koncerted, egy kicsit ez erős volt, de mindegy, tanulok azért én is a hibáimból. Ez van, elkövettem, tudok mit csinálni, elmondtam a sztorimba is, hogy ez nem így kell reagálni a dolgokra. Szerintem, szerintem ezt tök jól csináltad a, a, reakció részét, tehát hogy az, hogy te kitetted, kihúztad a méregfogát, tök jó volt. Tehát, hogy ez elismerésem. Köszönöm melyet, az, De nyugtass meg, hogy ezért nem akartak megkéselni még. De amúgy volt már a példa, de nem amiatt amúgy már nem, nem az előadói mi volt amiatt. Valami féltékenyság volt, akinek elszedad a saját mi? Amúgy tényleg. Szimbolbas már voltam én és hát mondjuk ez, ez, megint csak az ő hibája volt, és már voltam a barátnőjével, és, 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 a, és 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 a vállamat, hogy mi van, hogy csak már azt a barátnőm, és oda az oldalamhoz a kést és ezt mit csinálják? Honnan tudtam volna, hogy a Csáó épp elment vécéről, meg smárom mással? Hon, hon miért? Vagy úgy menjek oda, én össze, hogy megkezdem, hogy szia, hogy a barátod a vécére ment, vagy mi. Szóval vannak ilyen hibák. És hogy reagáltál? Nem vagyok rá büszke. Ja. Leütöttem és kimentem a színbólból. De gyorsan elmentem utána, azért megmondom az őszintét, mert... Na, hogy, ne, hogy elfajuljon. Ne? Nem, nem szel... Megijedtem. Mm. De meg, megijedtem, leütöttem és elmentem. Mm. Gyorsan mentem el. Kicsi voltam amúgy, 16 éves. Ja, hogy még nem is a rapper korszakokból volt. Nem, meg. ez nem most volt. Csak hirtelen nem tudtam, hogy leragálni. Aztán meg rájöttem, hogy most, hogyha föl kell azzal késsel, akkor nem járok jó. AMG-merti sokszor felmerül a dalaidban, és ugye az is van, ugye? Jó, ez igen, igen, el, igen. elérted. Ez ilyen, ez ilyen, nem tudom, ilyen cél volt, hogy neked Fú, legyen nagyon, egy ilyen autó? Van. Nagyon. Hát amúgy még nem feltétlen régebben, nem az, hogy, hogy AMG-merti, hanem a sportautó meg hogy, hogy jó nagy hangja legyen, meg menő legyen, én ne, és amúgy ez nem. De, ki... de és akkor mint ütete, a pirosnál így izé, nyomod neki? Hát de ott nem, de azért piros tortja el kell indulni, mindig elrugom neki. Ne, nekem ez boldogságot ad. Nyilván, ö, hogy mondjam, álszent lenne azt mondani, hogy nem szeretem, hogy az emberek látják, hogy egy jó autóban ülek, szóval én ezt nem, nem mondom egy pillanatig se, de viszont ö, jelentősebb részét teszi ki a boldogságomnak a maga az autó minősége, a hangja, ahhoz, hogy benne ülök és fogom a kormányt és tudok vele gyorsan menni, stb. Szóval engem ugye ez, ez, nem tudom, az életem értelme, hogyha hangos egy autó és durog és csattog és ez tesz boldoggá. -e. Meg hát menő, nyilván menő. Azt nem mondom, hogy nem menő. Lehet, hogy versenyzőnek kellett volna állod, nem? Gokártoztam kicsinek versenyszerűen. Szóval nagyon szerettem. Ezért is valószínűleg meg, meg nagyon rég tudok vezetni, mindig engedte anyu és apu is vezessek autót. Mióta leér a lábom például azt tudok vezetni, szóval ez ilyen. Ezért van. Ajánlom meg a dojt <síns> <síns> jó, Ez jó. <síns> egy jó játék. De elmegyek valami vár. ez <síns> egy jó játék, igen. <síns> <síns> Oké. Okay. Um nyilatkoztad valahol, meg itt is már szóba került, hogy azért vannak mélypontjaid. Milyen hullámvölgyek vannak egy a életében, mert az ember azt látja kívülről, hogy buli, megyünk ide-oda, amoda. Mik a hullámvölgyek, vagy mik azok a mélypontok, amiket ilyenkor ti megéltek? Fú, ö, őszintén amúgy rájöttem arra, hogy, hogy elmegyek fellépni. Most ez amúgy egy, egy kis része ennek az egész, ez egy, ez egy komplex dolog, ezt nehéz lenne teljesen kifejteni. Alapból is én azért így de mondom, hogy labilis vagyok, de érzékeny vagyok amúgy. Olyan dolgokra, amik, amik a szívemhez közel állnak, mondjuk. És anyu rossz, nem volt olyan jó állapotban, voltak az egészségével bajok. A apujék részéről is történt egy hasonló eset, stb. Ezek például engem nagyon mélyen érintenek, és nagyon rámennek a hétköznapjaimra. De amúgy a másik részre, ami, ami folyamatos probléma az az, hogy elmegyek fellépni, iszol, berúgsz, jól érzed magad, ott vagy a színpadon, az amúgy átadik egy csettintésre. Előtte gyomorgörcs, hogy fellépsz, kicsit kis izgulás, annyira nem szoktam izgulni, de mégis bennem van. És maga ez az egész, hogy oda megyünk, izgulok, fellépek az eltéket csettintésre, ott kapok egy, egy amúgy erre rájöttem, ezen is dolgoztam azzal a csajjal, akihoz járok, hogy ott kapok egy energiát, de az egy elég felületes energia, az ilyen rajongás, ami amúgy egy két élő fegyver, hogy nem, nem, egy szeretet érted, ami hogy tényleg feltölti a lelkedet, hanem rajongás, is, amúgy így gyorsan eltelik, és utána meg beülök a kocsiba, és jön megint ez a sivár út, hogy nézem a a kocsit, és akkor jönnek a fehér csíkok, és, nagyon nagy, az, nagyon nagy, az, ingázás közt, szóval, hogy ez a semmilyen, utána meg a, a ú, minden fellépsz, és ott van az ezer ember, és iszre, és jó, ez aztán megint a semmilyen, és ez így leeresz, szóval, hogy nem marad meg bennem ez az energia, nem tudok vele táplálkozni napokig, hogy amiatt boldog vagyok, hanem mire körülbelül hazérek, leereszt ez az energia, sőt, nem is mire hazérek, már a kocsiba, és küldök a kocsiba, nézek ki a fejemből, iszok tovább, berúgok, stb., és ezek szóval ez be lehet csúszni. Uh -huh. Ez az egyik része, a másik része meg hogy nekem is, meg szerintem mindenkinek nagyon nehéz külön választani azt, hogy amit mondtam az elején, hogy a társadalom csinál belőle egy, egy, egy egy ők által, általuk alkotott szemét, és az a, vagy azonos húsz, vagy nem. És ez egy ilyen istenkép amúgy, sajnos, ez, 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 nem én találtam ki, ez így van, hogy érted, hozzád ér a koncerten, és elsírja magát. És ez nem tudod hova tenni normális emberként, mert amúgy miért, mi, miért sírja el magát? Tehát én vagyok én, én, senki nem vagyok, érted? Vagy hát nyilván oké, okay, írtam öt dal, de azért nem kell, hozzá, hogyha hozzám érsz elsírni magát. És ezeket a dolgokat így nagyon nehéz helyén kezelni, és, nem, ilyen, nem mondom, hogy skizofrén okoz, de hogy kicsit olyan, mint hogyha így két személyiséged lenne, hogy van az alap, aki voltál, meg van az, aki amit csinált a társadalom is, és, és aki mint az előadó. És ezt ez nem ezek azért így egyrészt fiatalon, meg hirtelen jött meg hirtelen, amikor olyan a pénz, és keresel több millió forintot egy este, tehát ezeket azért ugyanolyan nehéz a sikert is feldolgozni, mint a, mint a, mint a szart. Az a furó, hogy nem most kell itt tartanod még gondolatban, tehát, hogy te másfél-két éve robbantál be, ugye? Igen. Tehát, hogy neked még ott kéne élned, vagy abba kéne élned szerintem, hogy, hogy te ezt elhiszed. Igen, de nem akarok nagyon esni. És, már, és már most mész ebből kifelé, hogy már most próbálod magadba helyre tenni azt, hogy hogy is helyes erről gondolkodni? De, mert most éreztem, hogy baj van amúgy kicsit mostanában az elmúlt időszakban éreztem, hogy valami nem jó. Mindig letargikus voltam, hiába nem boldogított a pénz annyira, nem tudtam megélni, nem nem tudtam miből merítkezni. Szóval kimentem mondjuk anyuhoz, az apuhoz, az, ami alapból föltött, és ott is ilyen, le, ilyen semmilyen voltam. Nyilván ez a sok piának és minden szarnak köszönhető és uh, nem tudom, rájöttem, hogy ez hiába a kurva menő, de nem így akarok élni, meg nem akarok meghalni mondjuk 5-10 év múlva, és ezen próbálok változtatni, és próbálok tudatosabb lenni. Tisztában voltam vele, csak uh, nem akartam rajta változtatni. És nem mondom, hogy ettől függetlenül ne lennék egy tróger, és élnék úgy, ahogy, de, de, de próbálok mellettem úgy azért így figyelni magamra, mert nem lehet ezt szerintem normálisan csinálni. Ebbe vagy belebetegszel, vagy belehalsz. Ezt, és ezt látom amúgy az előadó társaimon is, hogy vagy drogfüggő lesz, vagy gyógyszerfüggő, vagy alkoholista, vagy, 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 vagy kiég a picsába, szóval ezért próbálok én más hibáiból tanulni, és picit előre gondolkozni. Mielőtt még eljön a baj, mert akkor már kurva nehéz bármit csinálni. Fúr ez a channel-a gépezet, mert mert azt gondoltam nagyon sokáig, hogy akit ad énekelni akar, repelni akar, színészként akar érvényesülni, az így gyerekkor óta készül rá nézi, hogy hogyan csinálják, próbálja, próbál tanulni a látottakból, még mondjuk egy influencer vagy egy tiktoker, az így belecsöppen, azt nem, az nem akart lenni senki gyerekkorában, Persze. hiszen még az nem létezett. És azt gondoltam, hogy aki, aki zenei téren próbál érvényesülni, az itt tudja nagyjából, mi vár rá, és erre próbál, próbál hozzá igazodni előre. De aztán ezt is mondjuk megcáfolja a sok külföldi sztárnak az esete, akik szintén belecsúsznak a drogfüggőségben össze-vissza mindenhova. És hát lehet, hogy pont ez a, ez a nagy amplitúdó, amit te mondtál, ez az oka annak, hogy egyszer nagyon magasan vagy imádnak, izé, utána pedig egy idő vagy egy turnébuszban, vagy egy autóban is, és, és nem tudod magad feltalálni, most mi mihez kezdjél éppen. Persze, meg, 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 amúgy a pénz is ebbe ilyen, hogy amúgy ö, egy idő után, most nem mondom, hogy nem baldog, a pénzt a jó elmenni, vásárolni, meg szép dolgokat venni, de de nem feltétlen boldog a pénz. Szóval attól nem lesz a balaga, hogy nem 10 millió forint van a szekrényben, hanem 12. Attól még, hogyha szarul érzed magad, ugyanaz szarul érzed magad. És nyilván ez még nálunk nem annyira éles, de viszont a külföldi sztároknál, amikor már nulla motivációd van. És hogyha nem kezd felreged, tök mindegy. Ha holnap reggel nem kezd fel, tök mindegy. Ha két napig szívsz, tök mindegy. Mert ott a pénz. De ez nyilván nálunk is ott van, hogy annyira nagyot esni, nem tudsz, hogyha ennyire biztos, és be van kötve jövőre is, 300 buli, Azért itt el lehet veszteni, és lehet nagyon laz a csávó, azt azt mondod, hogy minden nap éppenséggel szétvágod magad, mert hogyha holnap este hétkor kvelek fel, akkor is ugyanannyit fog keresni, meg hogyha mostantól öt napig bőzik, akkor is ugyanannyit fog keresni hol végén. Nekem nem megy rá az életemre, és ez ami kurva veszélyes szerintem, és az, erre jöttem rá, hogy, hogy ez nem kéne így felfogni, hogy amúgy azt amit akarok, mert tök mindegy, mert én ugyan, ugyanannyit keresek, mm. érted? És, és valószínűleg kint azért, amikor nem milliókat keresem, nem százmilliókat vagy milliárdokat, akkor meg még végképp. Azért ebbe bele lehet csúszni, nehéz. Amit mondtál, hogy készülni lehet rá, persze lehet rá készülni, nyilván én is készültem, de amikor ott vagy, azért nem annyira egyszerű, mint ahogy elgondoltad, és jönnek szembe a problémák. De amúgy én nem panaszkodok, nagyon boldog vagyok, és nagyon jól érzem magam, de nyilván ezek a problémák vannak. De félsz attól, hogy ennek egyszer vége lesz? Tehát, hogy mondjuk történik valami, nem tudom, ne, tehát nem akarom előre, tehát balesetet szenvedsz, hogy bármi, Tisztán ami miatt, benderet, ami, miatt, ilyen. ami miatt ennek vége szakad? Tehát ez, ez nyomaszt téged, vagy nem? Persze, hogy nyomaszt. Amúgy meg nyilván eszembe jutott már életembe, hogy, hogy mi van ennek vége. Próbálok amúgy több lábon állni, nem csak ebből pénzt keresni, elindulni másfele érdekelnek más dolgok is, pontosan emiatt, de amúgy azért, ö, azért én bízom benne, és azért elég erősnek érzem a pozíciómat, de, de inkább azt tudom mondani, hogy bízok benne, hogy, hogy, ez, hogy ez nem így lesz, és, mindig van fejebb, és mindig van hova fejlődni, fejlődni, és hogyha esetleg nem a zene, akkor el lehet menni tévébe, egy műsorvezetőnek, stb. 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 So, szóval hogy mindig vannak utak, amire el lehet indulni ebbe. Nekem ez a véleményem. Szóval azért azt gondolom, hogy ennek azért nem lesz egy könnyen vége, hogyha jól csinálom és nem baszom el. De nyilván megfordult a fejembe és szár. Megket hát úgy van vele az ember, hogy nagyon fiatalon sikerült minden. Sok mindent elértem, amit amúgy nem gondoltam volna, hogy akár 30 éves koromban is el fogom érni. És azért innen hova, szóval sokszor úgy gondolkodok, hogy most hova tovább, milyen autót vegyek, ami ennél jobb majd 30 évesen, tudod. Szóval ezek, tehát félek, hogy fel van rakva a mérced, de nem baj, mert motivál. Mm -hmm. És pedig lehet ezt csinálni szerinted? Meddig lehet így élni? Ez jó kérdés, ezt még nem látom. Te Majka erre egy jó példa, mert ő azért már nem tudom, hogy... De Majka nem, nem akkor kezdte, amikor te kezdted. Tehát a Majkának a, a rap karrierje az később indult el. Jó, az jól Hát biztos bele lehet fási, nem, nem, tudom amúgy, hogy, 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 hogy hol ennek a vége, de biztos, hogy van. Pont a Márk jó, jó példa erre, mert ugye 14 évesen kezdte el, és már akkor elkezdett pörögni az ő, ő rep karrierje. És ő azt mondta, hogy a GVM, vagy esetleg nem tudja valamelyik néző hallgató, és azt mondta, hogy a producer szeretne lenni eh, hosszú távon, vagy az érdekelni eh, jobban, de hogyha téged még a tévézés, az még egy jó irány. Nem tudom, még ez nem alakult ki bennem amúgy. Nem, nem tudom, hogy mi, mi, az, ami... De most amúgy nem feltétlen zenei dolgokra gondolok. Én mondjuk nyitnék egy éttermet is szívesen. Szóval bármi más, amiben szó, szóval amit szívesen csinálok, és, és jó dolog, kocsikkal is foglalkozni, nem tudom, szóval ezer millió dolgot el de még egyelőre nagyon sok dolgom van ezzel a rappelés dolga, és most emellett még egy, most mást is anyakamba venni még nem akarok. Nem tudom, hogy meddig mehet ez, majd meglátjuk, bele lehet fásolni, az biztos, és, és, és ki is lehet égni bele, az is biztos, de nem tudom, hogy meddig bírom, és hogy mennyire ö, szóval, hogy a jövő mennyire hoz E, e pont ezekből következő ikleteket, hogy lehet, hogy éppensége pont emiatt, hogy az, ezek miatt a fájdalmak miatt meg tudsz írni egy akkora dalt, hogy visszarobbansz tíz év múlva, azt eltöltöd a Budapest Parkot. Áll. nem, nem lehet tudni. Uh -huh. Annyira véletlenszerű. szerű. remélem, hogy sokáig. Mit gondolsz, hogy mi a sikered kulcsa? Mi az, amiért te kiemelkedő vagy a, a, a többiek közül? Ö, szerintem az amúgy, hogy magamat adom egyrészt, nem játszok szerepeket most se, ezt szerintem szeretik az emberek. Azt most ez nem tudom, nem nagyképpen mondani, de én azt gondolom, hogy azért rébbe is elég jó rappelek, és mást hozok, mint a többiek, és, és tudtam. Nyugodtan mondhatod, hogy így gondolod. Tehát ezt ez ezt ezt, 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 igen, igen, hogy azért tudtam újítani ezen, én azt gondolom. És mondjuk ezzel New School-ba, New School ebbe, ott kellett a pénz 6 millió fél, fél év alatt, nem, nem tud mellé rakni senki semmit, ne is próbáljanak meg, nincs ilyen new szóval ezt én csináltam meg, meg a Dani, a kezdve szerintem ez, hogy újat hoztunk, meg hát nyilván amúgy szerintem amúgy ez, 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 ez lehet, hogy hangzik, de amúgy a pacek is nagyon fontos, amiről nyilván nem érteltek meg, nyilván dolgozok rajta, hogy jó legyen minden térre, de azért most hogyha, szóval nehéz, nehéz, hogyha, hogyha nem nem úgy nézel ki, és de most ez szarú hangzik, de hogy ez nem amúgy nekem ez is, ez nem is, is ez is. szerintem ez nem hangzik szarú. szóval az 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 nekem van, van talán a, a nők által is szeretető imidzem, akár a férfiak által is, meg egy kinézetem, amit kamáznak. És így a kettő együtt, hogy a rap is jó, meg ez, szerintem így, így összeállt egy, egy, olyan kép, ami, amit lehet, hogy hiányzik volt itthon. Uh -huh. Szerintem ez így, de nem tudom, nem szoktam ezzel gondolkodni, csak csinálom a dolgom. Ezért uh -huh. volt <laughs> ilyen fura <a> <laughs> Utolsó kérdés, hogyha mondjuk nézi egy 15-16 éves kisfiú a, aki álmodzik arról, hogy majd valaha ő is repstár lesz, mit tanácsolnál neki, hogy mit csináljon, hogyan kezdje, gyakoroljon, gyakoroljon, töltse fel az internetre, mi, mi, mi mihez kezdjen? Csú. Hát először is gondolja át kétszer, az biztos, mert hogy nem annyira egyszerű, mint aminek látszik, és nem biztos, hogy sokszor olyan jó, mint amilyennek látszik, ez az első tanácsom. De viszont az... A, a, de. Hát, ez most indokolod meg, hogy mi az, ami nem biztos, hogy annyira jó benne? Hát ez, amiket elmondtam, hogy azért ez, ez teljesen más, hogy jönnek kívülről ez az élet, mint amilyen. Nagyon jó, de nagyon pontosan annyira rossz is néha ez, de ezt nyilván mindenki, meg mindenki máshogy él, meg lehet valaki úgy éli, meg csak veszélyes, inkább az éjszaka mindig veszélyes, és ez az éjszakázás rossz. Szóval Átvonálva a bioritmusom, nem feküdtem, de három éve hajnal hat előtt, vagy hét előtt. Ezek nem jó dolgok, ez nem, nem egy egészséges embernek való. Ezért gondolját, csinálja, ne hagyja, legyen kitartó, hogyha kudarcba fullad, akkor is nyomja tovább mit tudok még Hát amúgy azért ezek a, na, nagyrészt ez, ezek, ezeken alapszik. És, és gyakoroljon kurva sokat, és hallgasson nagyon sok rapzenét. Ezt ez csak, ez, ez úgy van, akkor összefogalom mondom, ez csak éles szerűen lehet csinálni, szerintem. Hogy, mm. hogy erre tényleg felteszel minden Nem lehet úgy, hogy majd lehet. Vagy csinálod, és nagyon csinálod, vagy erre szenteld az én, én Van olyan két-három-négy nap, hogy non-stop szöveget írok. Szóval ez, 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 Ezzel nagyon sokat kell foglalkozni. Tehát akkor valójában Gondolom, hogy ez a, ez a gondolat, amit te is mondasz, hogy ne a, a reflektorfény, ne a sok nő, ne az IMG Merci motiválja, hanem az motiválja, hogy saját magát megmutassa és kiteljesedjen abban, amit csinál. Igen, és magával versenyezzen, és nekem is ez volt, hogy az, megmutatnám az első szövegeimet, a mostani magamnak, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy kezdje el reppenni, mert sikeres lesz. -e. Írja magával a versenyezni, nem mással, ne a külföldi előadókkal magadat kell mindig überelni, és akkor egyszer lehet eljutsz arra a szintre, hogy már tudsz másokkal is versenyezni, bár nem kell, de ez az önfejlesztés szerintem, ezt kell rengeteget írni, rengeteg zenét hallgatni, alapokat gyakorolni, nézni mások, hogy reppelnek, megtanulni a De szerintem akinek, akiben ez benne van, az magától jön, és magától ezt csinálja, és kialakul. Ezt tudom mondani nekik, és tanácsolni. Köszönöm szépen, Kevin, hogy eljöttél. Szerintem az én véleményem biztos, hogy megváltozott veled kapcsolatban, tehát hogy nem, nem azt a pókendis srácot látom, akit egyébként a klipekben néha uh, látok, uh, kellemes csalódás voltál. Köszönöm. Remélem, hogy a nézők nagy része is így van ezzel, és kicsit máshogy fog gondolni a, a, akár rád, akár a repeladók nagy részére. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam, köszönöm, aki megnézte a műsort. nagyon jól éreztem, valami jó beszélgetés volt, és jó volt végre kifejteni egy kicsit tágabban a véleményemet ezekről a dolgokról, meg sok jó témát érintettünk, szóval köszönöm. Sok sikert kívánok a jövőben. Viszont. Is. Ha tetszett ez a beszélgetés, lájkold a videót, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi videókat, azokhoz is kommentelj, és kövess a különböző social media platformokon. Köszönöm.